Mivel jelentkezett egy újabb ö, ö, társaság, a kárpáczka -Kár Rodna tehát is neki láttak a munkálatok, hosszokás szerint a helyieket nem értesítették a helyi hatalmat, tehát éppen ezért végre el tudtuk érni, hogy le, le tudtunk ülni a, a, ennek a cégnek az igazgatójával és néhány más felelős emberrel. Tehát a legfontosabb végül is a nézetem szerint az, hogy tudjuk, hogy mi történik ott, és felmérjük, hogy mennyire szavahihetők ezek az emberek, tehát a környezeti ártalmakat, további rontását ennek a dolognak, hogy el tudjuk-e kerülni. Ebből a célból a Peszszálsziás Tanács egy képviselői bizottságot kiutazott pár hete a helyszínre, ahol láttuk azt, hogy munkálatok lényegében megkezdődtek. Ülepítők, visztározók épültek, tehát a mai napon került sor ennek a megutatására, hogy mit is akarnak és mennyire megbízhatóak azok az információk, hogy újabb környezeti károk nem keletkeznek. Tehát a vezető elmondása szerint ők tiszta technológiával fognak dolgozni, és talán számunkra is az lenne a legfontosabb, hogy végre eltűnne az a medőkőzet, hányó, amelyet a régi Zakárpát egy szék hagyott itt is, amelyikből az eső, a szél mossa ki naponta a nehéz fémeket, és szennyezik muzajkörséget. Tehát úgy gondolom, hogy ez a találkozó hasznos volt több szempontból is, mind a fél illetve minden jelenlévő képviselő elmondhatta a véleményét és kívánalmait. Tehát a bizalom helyreállítása az egyik fontos dolog, hogy higgyünk valamennyire egymásnak és Buzsaj községet pedig mególjuk attól, amire nincs szüksége, és amennyire csak lehetséges, tehát meg tudjuk őrizni a községbe a turizmust, amire, amire ígéretet is kaptunk, hogy az ők nézetük szerint az aranybányászat és a turizmus elképzelhető ma már egymás mellett. Tehát mi szeretünk ezt elhinni, hogy ez valóban így van, éppen ezért további kiszállásos munkaértekezeteket akarunk tartani a Mozsai Aranybánya területén, és meginvitálni őket a legközelebbi tanácsülésünkre. Több kérdésre adtak választ, több kérdésre viszont nem. A végén felhozódott, ugye az egyik lényeges kérdés volt, ami nagyon sokakat érdekelt, hogy hogyan is lesz a feldolgozás, és szó volt róla, hogy vízzel dolgozzák fel, így a levegőbe káros anyag nem kerül, mert a víz leköti ezeket az anyagokat. Viszont egy nagyon fontos kérdés a végén már elhalasztottak, pedig azt, hogy ehhez a 150-200 ezer tonna anyaghoz több mint 250 millió kőmétert víz kell. Honnan lesz ez a víz, és hogyan fogják biztosítani ezt? Hát ez természetesen csak az adott helyszínről vonható el, vagy található a mennyiségű víz, ez a kérdés többször is, és én is feltettem nekik, hogy mibe különbözik az úgynevezett gravitációs módszer, amivel kivonnák a nehézfémeket, és az aranyat a régi tűrmű, azt is így nevezték, és az óriási károkat okozott. Most ők azt állítsák is, hogy ez az újfajta, ez is gravitációs módszernek nevezik, de ez egy új fajta és teljesen megbízható, tehát egy zárt ciklusban dolgoznák és üllepítenék le a vizet, meg a szennyező anyagokat. Azt tudjuk azt, hogy egyébként is tehát vízhiány lépett fel már nagyon sok településen. Így, így és a településnek nincs saját vize, tehát központosított vize, ezért ők valószínűleg a saját kutjukra tudnak majd támaszkodni. Ezt meglátjuk, ezt ki kell várni, tehát addig lényegében mind a, mindenki mondja maga a maga félelmeit, vagy a biztatását, hogy nem lesz probléma. Ezt csak majd akkor fogjuk megtapasztalni, hogyha valóban odáig ér a, a, érünk időbe. Tehát körülbelül egy másfél év szükséges nekik nézetem szerint, hogy befejezzék a meddő hányó a feldolgozását, és addig a tapasztalatokat majd meglátszik, hogy kimond igazat és mennyire mond igazat. És ha szükséges, akkor remélem a Helyi közösség vagy a beregszászi járás társadalma lesz olyan felkészült és erős, hogyha szükséges, akkor meg tudja akadályozni, hogy folytassák az aranybányászatot Muzsai környékén. Jelenleg állás szerint akkor van engedélyük arra, hogy a meddők feldolgozása után új tárnákat nyissanak? Igen, ők ezt állítják és hoztak is bizonyos dokumentumokat, tehát azt meg kell vizsgálnunk még, de... Tehát bemutattak néhány fénymásolatot azokról a dokumentekről, amelyeket korábban kértünk tőle, de mégis azt mondom, hogy ezt tudatosan utána kell ezzel járni, hogy ez valóban mit is takarnak ezek a számok és dátumok, amelyeket ők elénk tártak.